voltak olyan különleges jó termési évek, amikor mondjuk Mátyás éves bevétel, ami 800 ezer aranyforintig is felmehetett. Ezzel szemben itt a jagellókorban, tehát Mohács előtt az uralkodónak a bevétele visszaesik olyan 200 ezer aranyforintot, tehát tulajdonképpen kevesebb, mint fele annyit tudott beszedni, mint amennyit Mátyás. Ez miért mondhatjuk, hogy ez rontja az országnak a katonai képességeit is? Ha nincsen pénz fegyverekre, páncélokra, akkor meg ki sem lehet fizetni a katonák. Nagyon jó, gyengé felszerelés. Magyarázza a történelemtanára Mohácsi csata előzményeit, a magyar vereség okait a tolnai gimnazistáknak. Augusztus utolsó napjaiban ugyanis felpesdült az élet az iskolában, az ott megrendezett történelemtábor jóvoltából. A gyerekek egy animációs filmet nézhettek meg a magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről, majd átbeszélték azt a pedagógussal. A diákok élvezték a tábor interaktivitását, a plusz érdekes információkat, és azt, ahogy rávezette őket a tanár a fontosabb összefüggésekre. Hogyan voltak a magyar és a török seregek, és hogy törökök ellen hogyan kezdtünk el védekezni. A tolnai történelem tábor mellett számos érv szólt. Több diákot a török konyha és a fegyverbemutató győzött meg. Engem a táborról a evés győzött meg, és igen, meg a fegyverbemutató is lesz majd hétfőn, amikor ellátogatunk egy várba is, állítólag talán, és ott lesz a fegyverbemutató. Hogy miképp történt ez a csata, a lefolyását, hogy miként védekeztek, miként támadtak, és hogy mi hogy történt? Hát, hogy több dolgot megtudjak, meg hogy kicsit jobban visszamenjünk úgymond az időbe. Szeretek kicsit visszautazni a múltba, és mindig is kíváncsi voltak, hogy mi, hogy lehetett régen élni, hogy milyen volt az életmód, hogy mit, hogy csináltak, hogy éltek. A gimnázium igazgatója azt mondja, a nyelvi tábor sikerén felbúzulva szervezték meg az újabb nyári programot. Egy picit újítottunk, ez egy új ötletünk, gondolatunk volt, hogy amúgy is keveset voltak a gyerekek az iskolában a tavalyi évben, és picit hiányzott ez az együttlét, és a nyelvi tábor, idegen nyelvi tábor sikerén fölbuzdulva úgy döntöttünk, hogy akkor egy történelem tábort, egy tematikus tábort hirdetünk. 3 napos lesz ez a tábor, természetesen otthon alszanak a gyerekek, csak napközben vagyunk itt az iskolában, és a témája pedig az Oszmán Birodalom és Magyarország, tehát azt nézzük, hogy hogyan terjeszkedett a török birodalom, és Magyarország hogyan került az útjába, és hogy ütközött meg a törökkel, és mi lett a sorsa utána az országnak, a török megszállás után. A programban szerepel természetesen beszélgetés, tehát nem előadásokat mondok szándékosan, hanem a gyerekeket próbáljuk meg gondolkodásra bírni, hogy ötleteljenek, és próbálják átlátni, átgondolni a helyzeteket, nagyon ügyesek egyébként. Majd filmet, animációs filmet, filmrészleteket nézünk, amit aztán utána megbeszélünk és elemzünk, plakátot fognak rajzolni a kettős királyválasztás kapcsán, illetve megszerveznek egy török hadjáratot, mi kell hozzá, összerakosgatják az útvonalat, illetve a második nap inkább a játékké lesz. Lesz egy ilyen játékos fegyver, bemutató, ki is próbálhatnak korabeli fegyverekhez hasonló fegyvereket. A leendő hetedikeseket értesítettük erről a lehetőségről, illetve a nyolcadikosokat, kilencedikeseket, és hát 30 körüli létszámmal még éppen, azt mondom, hogy annyi van, még ennyi gyermeke még éppen lehet dolgozni, tehát inkább ők azok, akik tevékenykednek, és gondolkodnak, és együtt dolgoznak, és ez volt a célunk, hogy picit motiváljuk őket, kicsit ismerjék meg azt, hogy hogyan lehet együtt dolgozni, gondolkodni, hogy van valamilyen alapismeretük, de ennyire részletesen nem tanítjuk természetesen tanórákon, és ez egy jó kísérlet is arra, hogy hogyan lehet egy picit élményszerűbben a gyerekeknek megmutatni egy korszakot. A élményszerűbbé még az is teszi, ezzel talán még kiegészítem, de ezzel már
próbálkoztunk máskor is, és ez nagyon nagy sikere volt, egy felsőbb éves diákunk, aki egy országos versenyen harmadik helyezést ért el a témában, beleásta magát ebbe a tolna a török korban témába, és ő fog egy ilyen PPT segítségével egy előadást tartani, és ez egy picit közelebb hozza, talán a gyerekekhez is él, tehát átélhetővé teszi ezt az időszakot, egyáltalán a történelmet, hogy hogyan éltek akkor azok az emberek. A probléma megoldó képességük egyáltalán az, hogy hogyan függenek össze a dolgok, tehát hogy függ össze az egyetemes történelem a magyar történelemmel, hogy hatnak egymásra események, európai események a magyar történelemre, tehát ez nagyon jó alkalom erre is tényleg, hogy ezt a fajta gondolkodást és az élményszerűséget bevigyük az oktatásba, és hogyha ez jól megy, már pedig úgy tűnik, hogy hajlandók a gyerekek, tehát partnerek ebben, hogy együtt gondolkodjunk, és ők is dolgozzanak, akkor ezt valószínűleg majd gyakrabban órákon is tudjuk alkalmazni. Kedvet kell csinálni nekik ahhoz, hogy ismereteket szerezzenek, és észre se veszik, és valóban tényleg csomó mindent megértenek és megpróbálnak megérteni. És hogy mennyire rögzült a diákokban az, amit a táborban hallottak, egy kvízjátékon és egy kincskereséssel egybekötött játékon mutathatták meg. A diákok itthathattak számot a táborban elhangzottakról.